A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyünkben az idei év sportcsodáját mutatjuk be, illetve azokat a játékosokat, akik megteremtették annak a lehetőségét, hogy ismét a röplabda városa lehessen Székesfehérvár. Hát nagyon-nagyon régen volt, amikre én visszaemlékszem, hogy Fésűs Irénék, amikor elkezdték Szacker Zsuzsa és a többiek ezt a játékot a 70-es évek közepére tehető, tehát azért az már idestova 48, majdnem 50 éve, és a volán színeiben remek mérkőzéseket vívhattak, de elsősorban a lányokról volt szó ebben az időszakban, aztán persze ott voltak a fiúk is, Frizelham Misivel az élen, és az elmúlt időszakban pedig hozzászokhattunk, hogy a lányok csodákat csinálnak a magyar bajnokságban egyre inkább, aztán most meg eljött az az időszak, amikor a férfi csapatra kell figyelnünk, hiszen egy fantasztikus sikert értek el az elmúlt esztendőben, illetve az elmúlt bajnokságban, ugye ezüstérre még menetelt a Mávelőre. Nos, hát és szép lassan meghívjuk azokat a fiatalokat, akik egyrészt kötődhetnek Székesfehérvárhoz, hiszen székesfehérváriak, és elindultak azon az úton, hogy ismét a legmagasabb szintre emeljék a röplabdát. Vendégem pedig Szentesi Bálint. Örülök, hogy itt vagy velünk. No, hát néhány nappal a születésnapod után, hadd köszöntselek a 20. születésnapodon, ami azt is jelzi, hogy ez a csapat a légiósokon és a rutinos játékosokon túl olyan fiatal tehetségekkel büszkékedhet, mint ti vagytok. Most nem sorolom a többi nevet, hiszen te vagy itt velünk. És akkor már is adódik a kérdés, hogy egy töpörtyű gyermekként nyilván egy kisrác már foglalkozik a sporttal. Mindenféle sportot kipróbál, aztán választ. Nálad ez hogy történt? Nálam egy nagyon fura dolog történt, hiszen semmi más sportot nem próbáltam a röplabda előtt, hiszen a Felsővárosi Általános Iskolába jártam, ahol pedig, mint köztudott, ott nagyon jó a röplabda nevelés, hiszen Nagy Róbert elkezdte, és azóta is nagyon-nagyon sok gyerek próbálja ki ezt a sportágat abban az iskolában. És én is ott kezdtem, Nagy Róbertnél. Hihetetlen, hogy azóta hova jutott a klub, és hogy mennyi mindent átéltem itt. Egyszerűen csak megszerettem a röplabdát. Meg tudták velem szerettetni nagyon. Tehát a testnevelés órákon túl, hiszen a Robinál voltak külön foglalkozások is, a röplabdát elsajátítottad, az alapvetéseket. Viszont az alapvetéseken túl azért kell ahhoz tehetség, meg elhivatottság is, hogy valaki elinduljon azon az úton, amit kitűzött magának. Nálad ez hogy történt? Nálam ez úgy történt, hogy ugye minél több edzésre kezdtünk el járni, és az első ilyen fordulópont az az volt, amikor diákolimpia döntőt játszottunk, még 12 éves voltam, és addig nem feltétlenül éreztem azt, hogy ebből lehetek profi sportoló vagy bármi, de amikor ott 12-13 évesen megéreztem azt, hogy milyen is úgymond versengeni és magas szinten röplabdázni, akkor így teljesen egy fordulópont volt bennem. Majd onnan szépen lassan egyre több edzésre jártam, egyre többet küzdöttem azért, hogy minél jobb legyek, mert megéreztem a siker ízét, és azóta teljesen más a felfogásom. Tehát a kezdeteknél vagyunk még. Mennyit kellett edzeni ahhoz, hogy folyamatosan fejlődj? Egyáltalán egy kisrác érzékeli azt, hogy fejlődik? Vagy ezt úgy kell megtanulnia, hogy egyre komolyabb feladatokat kap, és ráadásul bátorítja, erősíti az edző is ezt. Abszolút lépésről lépésre kell haladni, hiszen azért kiskorban még mindig van egy olyan életkor, ahol így a röplabdában van egy áttörés, amikor mondjuk van az egy hónap, amikor egy gyerek nagyon sokat fejlődik, és kialakul a technikai repertoár, és egy teljesen más játékos lesz belőle. Hiszen az a sok-sok edzés technikailag nagyon sokat fejlesz rajta, de lehet, hogy sokáig nem látszódik, viszont a labdával való
játéka teljesen megváltozik, akár egy hónap alatt, hogyha tényleg napi szinten edz, és nekünk nagyon sok edzésünk volt, hiszen volt, hogy reggelente is lejártunk iskola előtt, úgymond nulladik órában, és röplabdáztunk egy-egy órákat. Szóval a minél több gyakorlás az, ami számít egy kisgyereknél. Tehát általános iskolásként, illetve középiskolásként ezek kulcspillanatok nyilván. Minden egyes mérkőzés és edzés. Mennyiben tud felkészíteni az edzés a mérkőzésekre? Miként tanultad meg, hogy a mérkőzés ugye a csúcspontja és az alapja annak, hogy miért is edzetek? Nagyon jól fel vannak építve, például most is, és régebben is jól fel voltak építve az edzések, de ez már egy teljesen más, ami most történik itt a klubban, hiszen ez már egy profi sport. De a formaidőzítés tényleg nagyon fontos, mivel fel kell építeni napról napra az edzéseket, minden nap más kell csinálni, és egyre közelebb a mérkőzéshez, olyan más szituációkat kell gyakorolni, amelyek tényleg felkészítenek a mérkőzésre, de mérkőzésen teljesen más a közeg, más a légkör. Tehát amit mérkőzésen kell csinálni, azt csak mérkőzésen tudjuk megtanulni, edzésen maximum csak fel tudunk rá készülni. Nyilvánvaló, hogy voltak erényeid, számtalan erényed, gyermekként, fiatalként. Ezeket megőrizted és hozzátettél az edzések folytán, illetve a mesterek segítségével? Igen, abszolút úgy érzem, illetve most Dávid Zoltán nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy a mentalitásom sokat fejlődjön, és egy teljesen másképpen lássam ezt a sportágat, hogy is kell úgymond profin sportolni. Mert eddig nem feltétlen volt így egész Fehérváron, de amint megérkezett Dávid Zoltán, egy teljesen más mentalitás került be a csapatba és felfogás. Melyek voltak az erényeid gyermekként, amit aztán tovább vittél és amihez hozzátettél? Mármint, hogy ilyen... Játékon belül az erényeid. Játékon belül abszolút a védekezés és a nyitásfogadás, hiszen nem vagyok egy magas játékos, éppen ezért nekem azokban kell előnyben részesíteni magamat, ahol tudok érvényesülni. És a alacsony termetemből adódóan a gyorsaságom nagyon jó, és épp ezért nagyon jól tudok védekezni, és olyan pontokra is eljutok a pályának pillanatok alatt, amiket mondjuk egy kétméteres játékos nem nagyon tud véghez vinni. Mit kell tenni a gyorsaságért? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy oké, rendben, tehát az alkatodnál fogva ez alapvetés, de mit teszel napról napra azért, hogy mit tettél annak idején, hogy ez a gyorsaság egyre inkább nőjön? Nagyon-nagyon sok futás, illetve a helyes erőnléti edzés, hiszen a robbanékonyságot kell fejleszteni, nem pedig a teljes erőnlétet, hanem a lényeg az, hogy minél gyorsabban, minél robbanékonyabban tudjak véghez vinni egy bizonyos feladatot vagy mozdulatot. A posztodnál adódva ez ugye alapvetés. Igen. Egyébként a posztod változott, hiszen az U17-től folyamatosan egyre jobb eredményeket értetek el, és nyilván az kulcs pillanat volt az életedben, meg a csapat életében is, hiszen nem mindenki jut el ilyen nem simán, hát nyilván ez a munkának köszönhető a legmagasabb szintre. Igazából a posztom ugye libero vagyok. Ez akkor változott meg, amikor beválogattak utánpótlás válogatottba, és ott oda tényleg nem volt elég a magasságom, de látták rajtam, hogy ügyes vagyok, és ekkor raktak be libero posztra, amit igazából megszerettem. Először nem szerettem, mert nagyon szerettem támadni, és nagyon, nagyon átláttam a pályát, de bele kellett törődnöm, hogy nekem ez a jövőm, és nekem ezzel kell foglalkozni, és úgy érzem, hogy ez egy jó döntés volt, hiszen így van esélyem arra, hogy bármi profi eredményt elérjek ebben a sportban. Ugye a címeres mez azért mindennél többet számít, én azt gondolom, hiszen az U17, U18, U19-es válogatottban is szerepeltél, azt hiszem, hogy ez megerősítést hoz nem csak neked, hanem a sportágat, ami körülveszi, tehát a mestereidnek, a vezetőknek, a csapattársaidnak, hogy érdemes dolgozni. Egyébként mit jelentett számodra az első meghívó, emlékezz vissza ennek? Az első meghívó egyébként nagyon-nagyon sokat jelentett, bár először ez az egész úgy történt, hogy behívtak egy ilyen kiválogatóra, úgymond, nagyon sok gyerekkel voltunk ott, vagy 35-en, ez egy kétnapos kis mini tábor volt, ahol sajnos először nem válogattak be, majd két nap múlva
kaptam egy telefonhívást, hogy mégis szeretnék, hogyha visszamennék, és hát ez egy felejthetetlen élmény volt akkor, hiszen akkor, mint egy kisgyerek, nem nagyon tudtam még felfogni se azt, hogy igazából mi történik, mert eddig nem voltak ilyenek. Majd visszahívtak, és igazából azóta oszlopos tagja voltam a válogatottnak, mint libero, és nagyon nagy megtiszteltetés, és mindig örömmel mentem az edzőtáborokba, felkészülésekre és mérkőzésekre. Mit szóltak a osztálytársaid, a családod, a mindenki? Nagyon-nagyon támogatnak mindenki, apa például akár több száz kilométert is utazik azért, hogy megnézzen egy mérkőzést, többször is volt nálam külföldön, hogy megnézzen egy válogatott mérkőzést. Az osztálytársaim pedig hihetetlenek, hiszen az utóbbi évben szinte minden itthoni mérkőzésen kim voltak, 80-90 is akár, és együtt szurkoltak nekem, nekünk, az egész csapatnak. És amikor hétfőn bementem a suliba egy mérkőzés után, akkor egyből jöttek a kérdések, hogy na igen, ez milyen volt, meg hogy éltük meg, és nagyon jó érzés, hogy így az egész város egyébként támogat, mert nem csak a család vagy az osztálytársam, hanem már tényleg volt olyan is, hogy csak ültünk benne a kávézóba, és oda jöttek gratulálni, hogy ügyesek voltunk, és hogy nézték a meccset, és nagyon jó érzés, mert eddig ilyet nem tapasztaltunk még. Tehát szintet léptél mindenképpen, és ez megerősítést jelentett. Ez az edzés munkában is pluszt ad, gondolom én. Persze. Hiszen nyilvánvaló a libero edzés munkája azért teljesen más, mint az ütőké, az átlóké, meg a többieké, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy minden egyes másodpercet hitelesen használd. Így van, nagyon fontos a helyezkedés, illetve tényleg nagyon keményen edzettünk, és volt, hogy teljesen mást csináltunk, mint a csapat többi tagja. Teljesen máshogy vannak nekünk felépítve az edzések, hiszen egy más mozgásra van szükségünk a pályán, mint mondjuk egy ütőnek, és úgy érzem, ezt nagyon jól átadták nekünk, és nagyon sokat fejlődtünk ebben az évben. Igen, hát a mesterek nagyon-nagyon fontosak ebben a sportágban, és különlegesen fontosak. Ez mindenütt így van, de én azt gondolom, hogy röplabda ebben az értelemben is különleges, mert hogy remek edzőink vannak, és remek múlt. Voltak egyébként példaképeid? Voltak egyébként. Nagyon sok külföldi röplabdát néztem még ilyen 14-15, illetve ma is, de akkor kifejezetten sokat, és nyilván liberóba nagyon sok mindenkit kezdtem el nézni, és próbáltam átvenni dolgokat tőlük, és vannak is dolgok, technikai dolgok, amiket tőlük lestem el. Ilyen volt például a francia válogatott libero Grebenikov, aki egy nagyon-nagyon tehetséges játékos, szinte a világ legjobb liberója. Ő volt az egyik legnagyobb példaképem. És itthon vannak-e olyan játékosok, akiket ha így megnézel az első osztályban, és ezen a poszton játszanak, akkor azt mondod, hogy igen, ő lesz az a jövőképem, ami majd elvezet egyébként a nemzeti válogatottságig, tehát tovább a felnőtt válogatottságig, és így tovább. Igen, abszolút, abszolút. Van olyan játékos, sőt, igazából én a csapattársamra tekintek most már a legnagyobb példaképként, hiszen mi vagyunk egymásnak a motiváció, és nagyon sokat tanultam tőle ebben az évben is, és ő az egyik legnagyobb példaképpen. És mit jelent a motiváció egy fiatal ember számára? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy teljesen más célokat tűz ki maga elé a pályafutása delén járó, a pályafutása vége felé tartó eredményesség szempontjából is, és nyilvánvaló, hogy ez egy 20 évesen, nyilván olyan céljaid vannak, amelyek meghatározóak a jövőben. Így van, hát nekem abszolút ez a motivációm, hogy egyszer felnőtt válogatott legyek, hiszen tényleg szeretném egyszer magamra venni a címeres mezt, illetve a motiváció abban is nyilvánul meg, hogy amikor a többiek délelőtt kondiztak, akkor én például suli előtt reggel 6-ra mentem kondizni, és ahelyett, hogy inkább otthon aludtam volna, felkeltem reggel 5-kor, elmentem kondizni, majd utána be suliba, és utána délután egyből edzésre. És hogyha ezt az ember úgy csinálja, hogy szereti, és nem nyűgként éli meg, akkor sokkal többet fog fejlődni, és sokkal, sokkal több változást fog észrevenni magán. Tehát az akadémiától vezető út azért rögös is volt. Voltak csalódásaid?
Abszolút voltak csalódások, nagyon sok csalódásért, hiszen enélkül nincs is sport, tehát meg kell tanulni veszíteni, és nem csak nyerni lehet. Az egyik legnagyobb csalódásom az még U15-ös korosztályban volt egyébként, amikor itthon játszottuk a döntőt, a bajnoki döntőt U15-ben, és abszolút esélyesek voltunk. Az első szettet meg is nyertük a döntőben, majd az akkori feladónk, nak sajnos kiment a bokája, és hát nem nagyon tudtuk pótolni, és ki is kaptuk 3-1-re. Majd 4 év múlva ugyanígy itthon volt a döntő, ahol ugyanígy meneteltünk, és minden adott volt ahhoz, hogy megnyerjük, de sajnos akkor is kikaptunk. És ez a két csalódás volt a legnagyobb, amit így megéltem még utánpótlásba. Egyébként azok a játékelemek, amelyek jellemzőek ma már egyre inkább a világban a röplabdára, mennyire tetten érhetők itthon? Lehet-e azokat alkalmazni, hiszen látjuk, hogy egészen különleges helyzetek vannak egy-egy mérkőzésen, ha a világelitet nézzük? Lehet és kell is alkalmazni, hiszen azért a magyar röplabda egy kicsit el van maradva így a világelittől, de elindult itt Magyarországon egy olyan építkezés, aminek szépen lassan már látjuk a gyümölcsét, és tényleg teljesen átalakul a bajnokság, hiszen sokkal gyorsabb játékra van szükség, ami szépen lassan meg is alakul, és egyre erősebb a magyar bajnokság is. Az fontos, hogy egységes a csapat? Nagyon függetlenül fontos a korosztályoktól, hiszen ti vagytok itt Takács Milánnal a fiatalok, akik már azért nagyon sokat tettetek például ezért a dobogós ezüstéremért is. Aztán van a középkorosztály, vannak az idősebbek, és akikről nem beszéltünk, a légiósok. Méltatlanul kevés szó esik róluk, de tudomásul kell vennünk, hogy őket azért hozták ide, azért igazoltak Magyarországra, a MÁV előréhez, azért vették fel a kék-fehér mezt, mert hogy nekik meghatározóak kell, hogy legyenek. Így van, a csapat kohézió nagyon fontos, és nálunk ez meg is volt így a csapategység, hiszen tényleg mindenki úgy tekintett a másikra, mint hogyha családtag lenne, és semmi probléma nem volt azzal, hogyha mindenkinek ott kell lenni, mondjuk egy csapatkávénál, mindenki el tud mindenkivel beszélgetni. A légiósok pedig hihetetlen jó fejek voltak, és nagyon sok mindenre megtanítottak minket. Ugye egy légiós is volt a csapatkapitányunk, ugye Kocsi, aki mentalitásban nagyon sok mindent át tudott adni nekünk, hiszen ő egy rutinos, idősebb játékos, és sok mindent tanulhatunk egymástól, és a lényeg az, hogy bízzunk egymásban, és hogy ne éljük meg rosszul azt, hogyha a másik játszik, hanem motiváljuk a másikat, és ne legyünk irigyek a másikra, hiszen mi egy csapat vagyunk, és nem csak attól függ a mérkőzés, aki a pályán van, hanem aki a cseresarokban is, mert edzésen ugyanúgy oda kell tenni magunkat, és ugyanúgy meg kell dolgozni azért, hogy megnyerjünk egy mérkőzést. Itt beszélgettünk már Eke Péterre például arról, hogy a bajnokság, amikor elkezdődött, tehát az Extraliga, akkor azt mondták a szakemberek, a szakértők úgymond, idézőjelben, hogy 7.-8. hely, de maximum a 6. hely. Hogy kezdtétek ezt a bajnokságot? Bizonyosak voltatok abban, hogy így ez az egységes csapat képes arra, hogy ezt az eredményt túlszárnyalja mindenképpen? Igazából az elejétől kezdve nagyon motiváltan mentünk bele a bajnokságba, és jöttek az eredmények, mert nem kezdtük rosszul a bajnokságot egyébként, de így a középszakaszba realizálódott bennünk, hogy ebbe sokkal több van, mint amennyit elvárnak tőlünk, és onnantól kezdve teljesen máshogy dolgoztunk, és teljesen más volt a képe a csapatnak. És szépen lassan azért realizálódott bennünk, hogy igenis ebben a csapatban több van, mert nagyon megdolgoztunk érte, és olyan dolgokat tudtunk lerakni a pályán, és úgy játszani a csapategységgel kiegészülve, amit nem sok csapat tudott lerakni. A döntőig vezető út az mindig nagyon-nagyon fontos. Ott azért megerősödhettek abban, hogy igenis ott van a helyetek a közvetlen élmezőnyben. Voltak kulcspillanatok? Persze, hogy voltak kulcspillanatok. Én a legnagyobb kulcspillanatot annak nevezném, amikor a 3. mérkőzést játszottuk Kazincbarcikán az elődöntőben, és ott a 4. szedben egy 6 pontos hátrányból álltunk föl, majd nyertük meg a mérkőzést igazából.
az a mérkőzés döntött arról, hogy mi döntőt játszunk-e vagy sem, hiszen hogyha azt nem nyerjük meg, akkor a mentális fölény az abszolút a Kazincz Barcikánál van, és nem tudtuk volna, hogy ezt a fiatal csapatot, hogy ez a fiatal csapat ez elbírja ezt a mentális nyomást, ami volt rajtunk akkor, de nyertünk, tehát erről nem is kell beszélni. Így van, pedig ha azt mondjuk, hogy Kazincz Barcika, Kecskemét, Kaposvár, hozzátesszük a röplabda magyar városai, ahogy tetszik, viszont a döntő mindig más. A döntő mindig bizsergést. Érezted? Persze, éreztem, amint beléptem a Vox sportcsarnokba. Egyből megéreztük azt, hogy ez teljesen más lesz, mint az eddigi mérkőzések voltak, hiszen már másfél órával a meccs előtt szinte tele volt a csarnok, és mindenki azt várta, hogy elkezdjünk játszani. Egy teljesen más közeg volt akkor, és egy teljesen más élmény egy döntőben játszani, mint csak egy sima alapszakasz mérkőzést, hiszen az emberek is teljes mértékben más hangulatban jönnek ki egy mérkőzésre. A döntő az mindig más, mindenféle értelemben. Hát az aranyérem nem jött össze, a győzelem. Ugyanakkor helyt álltatok méghozzá maximálisan. Ez megelégedéssel tölt el benneteket? És nyilvánvaló független attól, hogy a vereséget soha nem jó megélni. Attól függ, vagy tanulságokkal szolgált? Tanulságokkal, abszolút tanulságokkal. Hiszen megnyugodni nem nyugodhatunk meg, hiszen nem nyertük meg a bajnokságot, és jövő évben azért fogunk küzdeni, hogy ez sikerüljön. De ahhoz képest, hogy milyen úton mentünk végig, ez egy nagyon szép eredmény, de a döntő után pár napban nyilván csalódásként értük meg, hiszen szerettünk volna nyerni, mindenki szeretne nyerni a sportban, de nagyon sokat tanultunk belőle, és reméljük, hogy jövőre ez teljesen máshogy fog alakulni. Milyen jövőképed van, Bálint? Hiszen a pályafutásod elején tartasz, függetlenül attól, hogy mögötted van már, ha úgy tetszik, 10 év. Igen. Szeretnék minél tovább egyébként még itt maradni a Fehérvár csapatánál, de szeretném magam kipróbálni majd egyszer külföldön, amikor már eljutok arra a szintre, hogy úgy érzem, hogy képes leszek arra, hogy én külföldön játszhassak. Ehhez nagyon sok rutin kell, nagyon sok mérkőzés kell. De azt szeretném még Magyarországon összeszedni ezt a rutint, és remélem, hogy egyszer összejön. Történjék így, én nincs kétségem felőle, hogy így lesz. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, gratulálok még egyszer, és azt hiszem, hogy akinek ilyen jövőképe van, az előtt valóban ott áll a csupa nagybetűs jövő, és a bajnoki címek, hiszen azért az nagyon sok mindent mond, és a címeres mez. Nagyon ezt is hadd kívánja. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, a mai adásunkban Szentesi Bálint a MÁV Előre röplabdása volt a vendégünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.